Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit újra a Rainbow Six Siege-ben. Elérkezett az új év és az új Operation, a Void Edge. Itt van az új főmenü, az ötödik évbe érkeztünk el. Play szekció most már így megváltozott, és jött egy új játékmód is, ez a Golden Gun. Ez a játékmód 5v5-ös, 3 percesek a körök, és egy területet kell elfoglalni, nincsen előkészülési idő. Az egyetlen egy fegyverünk ebben az arcade játékmódban az aranyfegyver. Mindegyik találat egyből killt jelent, de mindegyik lövés és után újra kell töltened. Szóval ez elég érdekes lesz. És itt van akkor az ötödik év kettő új operátora az első Operationben. Az egyik az Iana, és a védekezőknél pedig Oryx. Láthatátok, hogy nem vásároltam meg ezt az ötödik éves passzt. Az az igazság, hogy amikor megvásároltam a Rainbow Six-et, akkor az addigi összes operátor jött vele, mert a Gold Edition-t vásároltam meg, vagy az Ultimate Deluxe, vagy Digital, nem tudom, de a legmagasabbat, és akkor jött az összes operátor vele. Utána pedig a negyedik évben megvettem a Year 4 Pest, és így jöttek az új operátorok minden egyes Operationben, viszont azokat nem annyira gyakran használtam. Tehát amikor megérkezett az új, használtam és kész, de ennyi. Szóval nem érzem úgy, hogy érdemes nekem kiadni a pénzt azért, hogy arra az egy-két videóig használjam ezeket az új operátorokat, és utána pedig sosem. A legutóbbi év végén volt egy Battle Pass, ami 35 tiert adott, viszont azt is meg kellett vásárolni, hiába meg volt egy Year 4 Pass, meg kellett nekem vásárolni Rainbow Six kreditért. Ráadásul nem is kaptam vissza ugyanazt a kredit mennyiséget, hogyha jól láttam. Szóval ezt nem értem, hogy miért csinálták. Úgyhogy azt hiszem, itt fogom befejezni ezt a Rainbow Six-et, de előtte játszunk egyet ezzel az aranyfegyveres játékmóddal. Úgy látszik, itt ki lehet próbálni ezt az új operátort. Ó, tényleg micsoda szép aranyfegyverünk van. És akkor ezzel lövünk egyet, és ahogy újra tölti, még pörget rajta egyet. A képesség az itt mi újság? Ó. Azt a mindenit. Előre lehet küldeni egy ilyen hasonmást, és akkor... De azzal is le lehet majd lőni a zenefeleket? Ez te komoly. Simán be lehet menni akkor akárhova, és nincsen belőle gond. Meg amúgy késelni lehet, mert végül is akkor le tudjuk késelni az ellenfeleket. Hogyha nincsen lehetőség arra, hogy újra töltsünk, akkor lehet késelni is. Na akkor küldjük a mi hologramunkat. Aztán meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. Ezzel is tudunk sebezni, vagy mi? Ez le is lejöttek? Kis ha. Wow, kilejtény rám. Gránátot is lehet használni. Wow, onnan kiugrott. Itt volt a szélen. Le is lejöttek. Oh. Oké. Okay. De ezzel nem is lehet lejönni. Késen is lehet. Na, oda bebújt. Szóval oda lent van. Ja, akkor az ilyen felderítő. Érdekes ez amúgy. Egy gránátot lelökünk oda. Meg kb. Oda szabadt el, azt hiszem. Ez a gú. Hol van itt a sarokban? Juhú! Pedig késelni is akartam. Jó, itt van egy a fal mögött. Hát hadd legyen, át tudok lejönni. Oké, és akkor ki tudjuk próbálni a másik operátort, az Oryx-et. Ennek is van képesség, az 3 futás, az lenne. Hát nézzem csak. Oké. Jó, hát ez már természet feletti. Ez mi történt a Rainbow Six-el? Hát ez mi volt? Ez mi ez? Figyelj! Ez kegyetlen. De le is vesz 10 HP-t, hát figyeld már. Úgyhogy ezt úgy kell használni, hogy gondoljuk át a helyzetet. Oké, okay, hopp. De tényleg itt most nincs is prep phase, úgyhogy... Úgyhogy már is jönnek dokkalb is itt van. És ez újra töltődik. Mi van, hogyha neki szaladok így valakinek? Ez mit csinál majd ellene? Jó. Meg kellene nézni. Itt most nem gond a HP, hiszen úgyis egy találatból annyi nekünk. Úgyhogy ez mindegy. Na, ott jön befelé valaki? Ott ketten is. Wow. Ott van. Wow, az nem is az igazi volt. Itt van. Oké, okay, nyertek. Oké. Okay. Miért?
Hát ilyen akkor ez az aranyfegyveres játékmód. Nem tudom, akkor lesz-e, vagy mikor lesz Rainbow Six, azt a másik Rainbow Six-es co-op játékot, azt várom, hogyha lenne, akkor szívesen játszanám, nem tudom, mikor fog megjelenni.